hogy itt a modern földszinti kiállítóterében mindig egy klasszikus modern kiállítással találkozhatnak a nézők. Ez az életmű nagyon ritkán volt látható a maga teljességében, ezért gondoltunk arra, hogy akkor legyen egy országvédi kiállítást, ami nem életmű kiállítás, mert ahhoz a tér és idő is kevés lett volna, hogy ez létrejöhessen, de valóban a művésznő összes korszakából láthatóak a jelentősebb alkotások. Ez az életmű nagyon eltérő és nagyon különböző stílusjegyű korszakokból áll. Országvilének a korai korszaka az a klasszikus francia szürrealizmushoz kötődik, tehát még amikor ő végez a főiskolán 1950 körül, akkor a kortársaitól teljesen eltérő irányba kezd el felépülni a képeinek a motivumrendszere és stílusa. Ezek a korai képek, figurális képek, amik nagyon kirívóak az akkori magyar művészet palettájáról, és mindenképpen erős hatások vehetők észre rajta, úgymond René Magritte, a metafizikus festő Giorgio de Chirico, vagy akár Max Ernst, vagy Henri Rousseau hatása. És a Szentendre iskola hatására is, részben saját inspirációtól fogva és a külföldi utazásainak hatására elkezd absztrakt képeket festeni, de ez a bizonyos fal motivum, amit az előbb még nem említettem, de a korai képein mindig találkozhatunk ezzel a börtönszerű folytogató, minden levegőt elszívó téglafallal. Ez a fal motivum, ez nem változik, csak apró elemekre lebomlik, hogy aztán országvili felépítesse saját falait. Ekkor kezd el város alaprajzokat festeni, kapumotívumokat, a falak struktúráját kezdi tanulmányozni. Tehát a 60-as években ebben az absztrakt stílusban fogalmazódnak meg képei, és ekkor születnek a város alaprajzokat bemutató munkái, illetve ezek a bizonyos írásos képei, amikor is ősi nyelvek írásjeleit kezdi másolni a képeire. De ez a fal motívum, ez olyannyira végigvonul az életművön, hogy az életművet lezáró labirintus sorozat is tulajdonképpen falakból épül fel, egymásra záródó falakból, de tulajdonképpen ez a három korszak adja ki a kiállításnak a három termét.